runway 31 left, clear for takeoff, wind 320 degrees at 900. Jó estét kívánok mindenkinek, sok szeretettel köszöntök mindenkit az Aero Talk Show-n, ami így a Múzeumok Éjszakája programban egy új elem, és bevallom őszintén, engem is meglepett, de szerintem titeket is, hogy másfél év alatt sikerült összehoznunk egy repülős sztárcsapatot nektek köszönhetően, és a 40 ezer YouTube feliratkozónak köszönhetően. Úgyhogy elkezdjük a beszélgetést egy gyors tesztkérdéssel. Szerintetek ki énekelt az előbb? Ő? Laura Brenigen. Berlin, nem jó. Berlin. Berlin. Eredetileg ő volt az előadó. Szüles volt! Szép a szopránod, Zsolti. Na, még egy tipp. Józsa Tamarát hallottuk az előbb. Igen, voltam. Igen. És két éjszakán benne van, hogy a Messengeren győzködtem, hogy élőben tolja le nekünk a Take My Breath Away-t itt az Aeroparkban. Azt mondta, hogy ha lehet, akkor most nem, mert hogy a karantén miatt még annyit nem gyakorolt, viszont van az ígéretünk arra, hogy valamikor a nyár folyamán ezt is, meg még mi lesz a repertoárban? Lesz néhány repülős dal. Én most nagyon-nagyon izgulok, nekem ez az első ilyen jellegű találkozom, úgyhogy most még nem mertem bevállalni, de legközelebb ígérem, hogy egy pár ilyen Júlia nem akar a földön járni, szállj velem. És az imént hallott dal is majd elhangzik. Valamikor a nyár folyamán kerítünk majd erre mindenféleképpen alkalmat. Na de akkor haladjunk sorba. Hogyha Józsa Tamarát már bemutattam, hadd mutassam be az édesanyját, Józsa Dórát, Hartyáni Evőke, kargó specialista, Karsoly Katalin vezető légiutas kísérő, és ki ül ott középen? Szüle Zsolt kapitányt is köszöntjük sok-sok szeretettel. Szép estét mindenkinek. Hát nagyon örülök, hogy úgy összejött mindenkinek a beosztása meg az élete, hogy erre az estére így le tudtunk ülni egy picit a repülésről beszélgetni. És ugye most végülis mindenkinél ilyen nagyon érdekes helyzet van, hogyha belegondolunk a repülés tekintetében. Neked Zsolt megadatott két héttel ezelőtt, hogy 13 év után először szállhattál föl innen Budapestről, ráadásul Jumbo-val. Katus, neked megindult a nyári charter szezon, pont a mai nappal, vagy a tegnapi nappal? Tegnapi nappal megérkeztek a Smart Wings gépek ide Budapestre. Tami, te most a Lotra vársz? Így van, de hamarosan szerintem indulunk mi is. Te pedig a repülésre vársz még, Dóri, ugye? Már nem sokáig, remélem. Már nem sokáig Dóri is tűkön ül, Emőke pedig nap mint nap megfordul a Cargo City-ben, amikor jönnek a különleges állatszállítmányok. Sűnikóta, jött valami? Újabb sündisznószállítmány van úton, és... Egészen meglepő. És egy egészen különleges tendrek szállítmány is készül. Ezek az állatok, hogy írjuk őket egy picit körbe, aki még nem találkozott velük, ők azok, akik közelebb vannak az elefántokhoz, mint a sünikhez? Igen, sokkal nagyobbak azok, amiket te láttál, kb. 2 kilósak, és egészen valószínűtlen külsejük van. Na de akkor most beszéljünk egy picit tényleg a repülésről, hogy várakoztatok, akkor Katus, kezdjük veled, jó? Várakoztatok itt azzal kapcsolatban, hogy mi lesz az idei szezonnal. A charter szezon most annak köszönhetően indulhatott be itt Magyarországon, hogy megjöttek az enyhítések, és eltörölték a karanténkorlátozásokat, és az utazási irodák végül is arra vártak az utóbbi hetekben, hogy ez meglegyen, hogy az utas, ha kimegy egy hétre Görögországba, akkor lehetőleg, ha hazajön, ne 2 hét karanténnal folytassa ezt a nyaralást. Most nektek milyenek az első utak? Nagy várakozás volt? Természetesen, hát mi is március óta ültünk otthon, és vártuk, hogy jobb legyen a helyzet. Igen, most Görögországban kezdtük meg a járatokat, és amint enyhül a helyzet Törökországban, Egyiptomban, Tunéziában, akkor oda is megkezdjük a járatokat. Ugye azt lehet látni a menetrendben, hogy ilyen érdekes járataitok is vannak, hogy nem csak egy szélállomást érint a repülőgép, hanem egy ilyen körjáratszerűen repül. Ha jól emlékszem, visztek majd utasokat Korfura, onnan át talán Zakintoszra, és Zakintoszról jön majd haza a gép. Ez most egy ilyen átmeneti helyzet, amihez mindenkinek alkalmazkodnia kell. Így van. Ez azért van, mert lehet, hogy az első desztináció, tehát Korfura, nem tudták az utazásirodák teljesen megtölteni a gépet, és akkor bekötötték az Akintosszal, és akkor így fele-fele arányban. Hát van, amikor ez kellemetlenséget okoz, de egy ilyen
40 percen belül megfordulunk. Viszont úgy tűnik, hogy megjött ugye az utazási kedv, mert hogy a mai és a holnapi járatok már teltházasak, tehát ilyen 180 férőhelyjel indulnak a nyaralós járatok, valószínűleg ilyen first minute, last minute akciókat kihasználtak nagyon sokan az utazási irodáknál. Így van, de sokan befizettek már előbb, tehát februárban volt rá példa a tegnapi járaton. Hogy mondták, ők már februárban befizettek. Lesz, ami lesz. Így van, ők elindultak. Ha törik, ha szakad, nyaralni mennek. Hogy bírtátok ezt a karanténes időszakot? Mert ugye sorra kerültek föl YouTube-ra, Facebook-ra a világ minden tájáról olyan videók, hogy a légiutas kísérők saját magukat és a családtagjaikat szórakoztatják a lakásban, hogy a férj játssza a hiszt és utas szerepét, és nem tudom, csak tálcán kapja a kaját, és csak a megadott időben, és végig kell nézni minden reggel a safety demót. Nálatok otthon volt ilyen? Nem, én csak a mosdó mellett reggeliztem. Nem, teljesen. Ha megkérdezem a férjedet, ő is ugyanezt mondja? Nem, teljes nyugalomban telt ez a pár hónap. Évekkel ezelőtt kaptam egy 3000 darabos puzzle-t, és akkor azt most sikerült kiraknom. És hát pihentünk igazából. Na most ugye volt egy olyan videónk valamikor április végén, május elején, hogy elmondtátok egy videóüzenetben, hogy kinek mivel telik a karantén. Dóri, mi van a Borsóval, amelyik megtanulta a safety demót meg a Dorsin Flight and Cross Check-et? Hát az a helyzet, hogy most költöztem le vidékre, és nem szeretnék beszámolni nagyobb fiaskókról. Maradjunk annyiban, hogy a Borsó az én hangomtól, vagy nem tudom mitől, de elszáradt, úgyhogy nem tudom számon kérni rajta a tanultakat. Nálunk azzal telt a karantén, hogy elvetettük a veteményt, és utána nem tudtuk megkülönböztetni a veteményt a kibújó gazoktól, úgyhogy lett répánk, meg édes csalánunk egymás mellett. Bár neked tök mindegy, mert ugye híresen jó vagy a konyhában, mint tudjuk. Én borzalmasan főzök, úgyhogy a párom, amikor bármi kigyullad a városba, azzal jön haza, hogy nem baj, kicsim, én így szeretem. És a szomszédok, hogyha füstöt látnak, akkor ők akár ha Rómában élnék, nem pápa választásra gondolnának, hanem az, hogy én sütök egy palacsintát. Nálunk a kislányom az, aki kénytelen kellett lenni, mivel hogy az anyja nem tud főzni, remek szakáccsá vált, és a karantént azzal töltötte, hogy ilyen, nem is tudom, egyszerűen csodákat készített és tett az asztalra, és ettől most ki is lett tiltva a házból, mert mondtuk, hogy a bálnák etetése most már tilos. Nagyon-nagyon szerettem menetrendszerű járatokat repülni, de hogy a charter utasok mennyire jó fejek, azt én nem tudtam. Mert én nagyasszony voltam ugye a Malévnél, ami azt jelenti, hogy leginkább első osztályon dolgoztam, és tökéletesen, teszem hozzá, tökéletesen, és a charterjáratokra nem jutottam el. De most, hogy eljutottam, hát valami fergeteges jó fejek, veszik a poént, kedvesek, rendesek, megbocsátóak. Mert már eleve olyan hangulatban vannak, hogy nyaralni igen. Készülnek, és... Úgyhogy erre annyira emlékszem, bocsánat, csak hogy emőket tőle teljesen függetlenül ezt mondta el még jó pár hónappal a Gálferről, jó pár hónappal ezelőtt a Gálferről, és a Malévnél is. Ezt, tehát, hogy lazák az utasok, és ez átszáll a személyzetre gyakorlatilag? Hát igen, meg szerintem többféleképpen lehet kommunikálni egymással. Én azt gondolom, hogy ez az adok-kapok, ez úgy néz ki, hogy kapok egy poént, és megpróbálok poénnal válaszolni, vagy kapok egy jó indulatú mosolyt, én azt háromszor adom vissza. Bár most kénytelen leszek majd, ha elkezdek repülni, a maszkra rajzolni egy rúzsal egy mosolyt, mert hát ugye az alatt nem látszik, de én itt most így mindenkinek megígérem, hogy egyébként én mosolygok a maszk alatt is. Tami, nálad mikorra várható az első repülés? Hát én nagyon-nagyon reménykedem és bízom abban, hogy szeptember környékén legkésőbb mi elindulunk innen Budapestről. Szépen lassan elkezdtek visszatérni a járatok, a LOT is indul. Ma már találkoztunk LOT Dubrovniki járattal, igen, ami az új kínálatban van, igen, kicsit a nyárra hangolva. Nagyon-nagyon várom. Én februárban fejeztem be a tanfolyamot, márciusban érkeztem haza, március elején, és abban a pillanatban körülbelül 3 nap múlva így le is zárták a határokat.
és jelenleg fel van függesztve számunkra, de várunk, és abban a pillanatban, hogy lehet indulni, egy gyors ismétlő tanfolyamot végzünk, és már megyünk is. És akkor neked ez azért lesz egy korszakváltás, mert hogy keskeny törzsről várhatóan széles törzsre, 787-esre fogsz kerülni. Pontosan. És jön New York. Várom. Igen, jön. New York, Toronto. Bármi. Mint bármi 20 évvel ezelőtt nálad, Dóri, amikor elindultak a 767-esek, vagy 30 évvel ezelőtt, bocsánat, hogy ilyet mondok. Igen. 93-ban jött meg a 767-es, hát most te meg 84 óta repülsz. Hát igen, 1982-ben kerültem én a Maléfhez, úgyhogy én lenyomtam előtte 2 évet a Földön. 84-ben kezdtem el repülni, és... Nem kerültem rögtön a széles törzsű gépekre, ez a saját döntésem volt, mert elhatároztam, hogy amíg az én lányom nem lesz 10 éves, és nem tudom magammal vonszolni a világon mindenhová, addig nem megyek el, mert úgy éreztem, hogy ez így fair vele szemben. Onnantól kezdve viszont nagyon-nagyon sok helyre elvittem magammal, és nagyon magába tudta szívni azt a feelinget, ami így azt az érzést, ami a repüléssel kapcsolatos. Most meg nem tudom levakarni magamról, mert hát mindenhol ott van. Igen. Ez pontosan így van, hogy hát beleavatkoztam egy kicsit a szakmájába, beléptem, aztán nem tudtam kilépni. Hál' Isten. Igen. Úgyhogy hát ez a helyzet, a ragaszkodás. De ugye most már külön cégnél folytatjuk, úgyhogy egy kicsit békén hagyjuk egymást. De nem lesz furcsa, hogy nem együtt repültök? Hát a tavalyi nyáron szinte minden második nap közös járatotok volt. Imádtam vele együtt repülni. Egyszerűen annyira közös nevezőn vagyunk, annyira közös hangot ütünk meg, annyira közösek a poénok, és annyira közös volt a fürdőszoba is, ahonnan elindultunk, és lögdöstük egymást el a tükör elől a smink miatt. De nagyon-nagyon fog hiányozni, de neki is én az érzés, hogy meg kell élni azokat az élményeket, ami nekem már megvolt. Én egy kicsit olyan vagyok, mint az öreg asszony, aki nem tudja elengedni a repülőgép ajtót, és majd le kell fejteni róla a kezét, mert én nem bírom elengedni ezt a repülést. De előbb-utóbb át kell adni a fiataloknak a helyet. És... Na most gonosz leszek, és csak hogy megerősítselek. Tavaly mi beszélgettünk nagyon sokat a Dórival, és már akkor mondta, hogy hú, hogy még pár év, aztán utána ő föl akarja adni a repülést, és nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, meg főleg azok, akik látták a Dórival készült filmeket. Én azt mondtam neki, hogy én a magyarországi Betnest látom benne. A Betnest, tudjátok ki csoda? A világ legidősebb, ma is dolgozó légiutas kísérője, 84. életévét töltötte be a hölgy, és az American Airlines-nál dolgozik. Hát Dórinak még van pár évtized eddig, szerencsére, és én azt tudom elképzelni, hogy ő lesz a magyarországi Betnes, mert egyszerűen nem fogsz tudni lejönni a Boeing 737-esnek a fedélzetéről. Lehet, hogy azért, mert akkor már nem találok le, mint szenilis vénasszony. De erre ott az ambulift, tehát az AMS mentőszolgálat majd itt prezentálja a bemutatóját, úgyhogy ők örömmel segítenek. Úgyhogy én amennyire téged ismerlek, te nem fogsz lejönni a repülőgépnek a fedélzetéről. Én borzasztóan szeretem a repülést. Én itt a Földön nem tudom elképzelni az életemet. Én itt olyan esetlen vagyok. Ma dupla defektem volt az autón például, és így álltam fölötte, hogy ez most micsoda, és milyen rendszámom van, az nem tudom a rendszámomat. Tehát kit érdekel? Ez a kapitány dolga, hogy milyen számmal repülünk, vagy egyáltalán. Tehát így állok így a boltba, hogy itt most én mit keresek, lepattantam az ajtóról karácsony napján, ez miért nincs nyitva. Tehát egy csomó ilyen dolog, ami másnak természetes, nekem nem is, felmegyek a fellegek fölé, és megszagoljuk alulról a felhőket, és minden egész más, és magabiztossá válok, és ezt látom a lányomon is. Családi vonás. Köszi, ez nálatok. Anya. Tök jó fej vagy. Ugye a kérdéskört onnan indítottuk, hogy ki mit csinált a karantén alatt. Emőke az ügyfelei itt ragadt kutyáit gondozta különféle ingatlanokban. Ha jól tudom, a kutya megérkezett az egyik Minneapolisba. Sikerült már célba juttatni? Igen, azóta már hazajutott. Megszűnt az otthoni állatkert. Lüsszi. Jött helyette új egy csomó. De nekem a karantén alatt az volt a legemlékezesebb pillanat, hogy reggel a hírekben hallottam, hogy a Ferihegyi gyorsforgalmi úton, ami útfelbontás van, és akkor már 2 hónapja nem voltam kint a repülőtéren, és erről, hogy hallottam, hirtelen beugrott a hely, ahol van, és esküszöm, könnyek gyűltek a szemembe, hogy voltam a repülőtéren 2 hónapja.
és mindenkinek ezt kívánom, hogy olyan munkát végezzen, ami könnyes szemmel hiányzik neki, ha nem tud bemenni 2 hónapig. És te nagyon-nagyon sok munkát végeztél a repülés környékén, és most annyira örülök, hogy egymás mellé ültetek a Zsolttal, mert ugye Zsoltról azt kevesen tudják, hogy légiforgalmi irányítóként kezdte ezt a repülős pályafutását. Az egyik filmben, ha jól emlékszem, ugye úgy fogalmaztál, hogy azért mentél légiforgalmi irányítónak, mert rossz tanuló voltál. Vagy valami hasonlót mondtál, de vissza tudjuk az archívumból hallgatni. És tudom, hogy így volt. Igen, a sztori az az, hogy valóban egy lusta gyerek voltam tanulás szempontjából. Ez mindig édesapámnak a szívfájdalma volt, hogy nem tanulsz fiam rendesen. És én felvételiztem Nyíregyházára, ahol abban az időben lehetett a pilótaképzésre jelentkezni. Ott képezték ugye a közforgalmi pilótákat, illetve onnan lehetett a manévhoz bekerülni, és hát igen, tehát nem értem el azt a szintet sajnos, ami a belépéshez kellett, viszonylag magas volt az a belépési szint. Viszont amit elértem, az elég volt ahhoz, mert beixeltem másodiknak a légiforgalmi irányító kart, ami annak idején Győrben volt a Széchenyi Főiskolán, most már azóta egyetem. Mert az a repülés másik oldalát, én azt gondoltam, ha ott nem, akkor mindenképpen itt. És oda csodák csodájára fölvettek. És ez egy csodálatos 15 év volt tulajdonképpen a repülős irányításban, ami ennek a szakmának a másik oldala, és igen, onnan aztán jött egy, vagy talán volt is mindig tudat alatt az az érzés, hogy én azért szeretnék repülni, és szeretnék ott lenni, ahova terveztem. És aztán ott megadatott az, hogy összeismerkedtem olyan emberekkel, akiknek kellett egy olyan szaktudású ember, aki mondjuk az irányításhoz ér, de akkor az abban az időben élődő kisgépes repülésben nem tudtak olyan jól angolul, vagy nem mertek elmenni külföldre repülni. Én megmondtam, hogy persze, hát segítek. És akkor beültettek egy repülőbe, elvittek Szófiába, azt hiszem az volt az első ilyen út, az akkor élődő kisgépes világban, amikor mindenki légitaxi, meg én nem tudom, hozták be ezeket a rozsdabogjákat Amerikából, és akkor azzal mentek mindenhova, akkor én ezt még annyira nem éreztem, csak hát ez repül, de menni kell. És akkor utána azt mondtam, hogy igen, nekem erre szükségem van, és amit tulajdonképpen amit az irányításnál én ott félretettem pénzt, én abból itthon elkezdtem az akkor induló egyik repülős iskolába saját magam módján, vagy útján megtanulni. Tehát én kihagytam azt a tradicionális nyíregyházi vonalat, ami nagyon sokan egyébként. És azért mondtam, hogy örülök, hogy most egymás mellett ültök az Emőkével, mert hogy amikor te légiforgalmi irányító voltál, Emőke már a Gulfairnél repült. És teljesen szokványos módon, amikor a Gulfair járata Magyarország légterébe ért, és Szüle Zsolt volt a szektorirányító, a kapitánnyal a pilóta fülkébe kérette Miss Hartyányit. Jól mondom? Ez messze nem volt szokásos. Zsolt tudta, hogy a járaton vagyok a Bahrein Londonon, mert most itt azt mondtad a bemutató, hogy ilyen kargó specialista vagyok, de én is voltam. Légiutas kísérőként kezdtél annak idején. És a Gulfairnél is repültem sokáig. És Zsolt tudta, hogy a járaton vagyok, és így poénból mondta, hogy majd fölhívlak a járaton. Mondtam, azt te helyén kezelted, hogy persze. Azért tudom, hogy a kapitányok azok szigorú emberek. Nem úgy, hogy csak az egyik ülős túl, csak úgy felhívod a járaton. És kifejezetten féltem, hogy ezt tényleg meg fogod tenni, és meg is tette. Egy szuper jó fej angol kapitány volt aznap, aki... Elmeséltem az egész sztorit, vagy te mesélve? Aki azonnal hívott, hogy jöjjek, mert valaki hív a toronyból, és átrakott minket egy külön frekvenciára, jól mondom? Külön igen, frekvencia? Ez így, igen. Igen, és hát egy kicsit beszéltünk, de hát én nagyon visszafogott voltam, mert nagyon zavarba voltam. A kapitány, ugye a pilóta fülkében minden nagyon közel van egymáshoz, és így nézett az arcomba, hogy beszélj! Igen, ez úgy volt, hogy igen, megkérdeztem, hogy ott van a járaton, és hogy akkor tudnék-e vele beszélni. Ami persze kérdőjelé formálódott valószínűleg a kapitány, de hát végül is az irányító ezt kérte, hát akkor ezt megteszi, és behívta. És akkor mivel ez egy aktív frekvencia volt, ahol egyébként nem csak ketten ültünk, hanem azért volt ott... Néhány gép még a légtérben. És akkor abban maradtunk, hogy ott több frekvenciát rendelkezés, akkor én fogtam, és utasítottam, kértem a pilótát, hogy akkor az egyik készlet rádiójával állítsa be ezt a frekvenciát, és akkor ott kicsit ott elcseveréztünk az élet dolgaival. Hogy mekkora mázlitok volt, hogy akkoriban még nem volt Live ATC, mert most is fönt lennétek az archívumban.
Az interneten. És ez éjszaka volt, nem? Ez éjszakai London volt. És a többi, éppen a környéken lévő gép összes kapitánya átment arra a frekvenciára. Azt tudom, amikor befejeztük a beszélgetést, és hirtelen olyan csend lett az éterben, és a kapitány, aki az arcomon nézett, azt kérdezte, hogy na, és miben maradtatok? És abban a pillanatban a csatornán is ezt lehetett hallani, hogy a kapitányok kérdezték, hogy miben maradtak? Ki tud magyarul? Félrepülős társadalom szurkolt. Ez mi lett a sorozat vége? És a román irányító továbbadta az infót, mi? Igen. Ezek azért kis apró játék. Ezeket meg lehetett akkor még csinálni. Talán még most is, mert most is az ember ismerős pilótával találkozunk a frekvencián. Azért oda-oda szól. Van egyfajta frekvencia fegyelem, rádiófegyelem, amit be kell tartani. De amikor tényleg este idézőjelben magányosan van az ember a frekvencián, akkor tényleg elmegy 20-25 perc, amíg átrepüli az országot. Én is, amikor repültem át Isztambulból, mentem mondjuk éjszaka Németországba, amikor a törököknél légitársaságnál dolgoztam, akkor beszélgettünk, meg jó, elmennék 20-30 fokot balra, mert lefotóznám este, jó, szólj, ha kész. Se egyedül voltam, tehát tulajdonképpen nem volt miért felelősséget vállalni akkor az irányítók, nem volt más gép az országban, tehát el lehetett menni 20-30 fokot jobbra. A lényeg az volt, hogy azon a ponton menjek ki az országból, amit egyébként elterveztem. A kerozin mennyiségben meg belefért, ez nem okozott igen problémát. Igen, aztán volt olyan, hogy kértem így kerülést, hogy akkor jobb 20 fok, bal 20 fok, és volt irányító kollégám, tudták, hogy kicsit szívózom. Miért? Hát mondom, mert... És ott éreztem, hogy most mit mondjak, mert nem mondhatom gyönyörű időben, hogy felhő miatt. Tehát ezt nem lehet. És akkor mondom, fotó. Jó, gondoltuk. Menjél. Ennél volt egyszer egy sokkal rosszabb, vagy hogy mondjam, kicsit nehezebb élményem. Ugyanilyen frekvencián való csintalankodás volt az, amikor ugye a régi irányítóközpont az benn volt a Bakcsomópontnál, a régi sziklaközpontban. És nekünk gyakorlatilag a repülőből, amit láttunk, az az van, kirohantunk a kis francia erkélyre, ami ott volt az irányítóközpontnak az oldalán, és a Békés Csaba, Győr között elrepülő trekket, útvonalat láttuk, és akkor ott van a Qantas Jumbo, de jól néz ki. Adj neki 20 fokot jobbra. És akkor tényleg az, és akkor látszott, hogy gyönyörűen húzza, rajzolja pont egy csikot. Ez a vizuális irányítás. És akkor ennek az volt ennek a trükke, hogy azt kellett tudni, hogy ezek a gépek valóban a Fekete-tenger vagy Törökország térségéből nyílegyenesen mennek ilyen hosszú távú trekkeken Európa fölött. Ő felszállt az Ipse valahol Sydneybe, vagy átszállt mondjuk Hongkong, vagy ezek általában Bangkokból jöttek, Bangkok, London, és akkor egyenes vonal. És akkor kap hirtelen Magyarország fölött jobbra 20 fokot. És nem értette. És elkezdett még egyébként az irányadáshoz, ha valaki az útvonalon megy, és el akarom téríteni az irányától, az a szabály, hogy meg kell indokolnom, hogy miért fordítom. Forgalom, időjárás, légtér, bármi. Tehát tudni kell, illik tájékoztatni pillanat. Megmondtam, hogy jobbra 20 fok. Mondta, jó, jobbra 20 fok. És akkor 10 másodperc van, jó, akkor lenne egy kérdése. Mondom, tessék, miért jobbra 20 fok? Mondom, stand by, mindjárt visszahívom. Akkor most mondtam ott az éjszakás kollégának, hogy te itt gáz van, mert itt valamit mondani kell. Azt mondom, neki, hogy valakit meg akarok előztetni. Hát mondom, nem. Meg akarom előztetni azt a gépet, aki ott... Mondom, nem. Hát akkor miért? Jó, akkor elhangzott az a kérdés, miért? És hát mondom, van itt egy eseti légtér, egy akkor fölemelt adhok légtér Budapest fölött, azt kell kerülni, és akkor jó. Elmondtam neki, mondta, hogy hát jó, hát köszönöm szépen akkor, de egyébként most már mehet is vissza direkt Frankfurt, ahova. Megnéztétek, és ennyi ezzel volt. Ezzel próbáltam elvenni az élét, el is vette, meg is köszönte. És attól féltünk egyébként, hogy a következők is meg fogják kérdezni, akik mögöttem mentek, mert reggelente ilyen csíkokba mennek a repülők. Tehát, hogy ők miért nem? Úgyhogy az lett volna a fedősztori egyébként erre az egész, hogy ez egy díszlövés légtér volt, amit fölemelnek 10 percre, van egy díszlövés a város fölött, és kész. És ezzel gyakorlatilag ott ezzel befogtuk volna a szájukat, mert azt mondják, hogy ők kaptak egy félig hivatalos álláspontot, de persze, ha ezt megkérdezik, utána járnak, akkor engem a szőnyek szélére állítanak, és ne szórakozz a gépekkel, te. Egészen érdekes dolgokat lehetett pár évvel ezelőtt megcsinálni, és ugye, ha belegondolunk, most meg már teljesen nyilvánosan zajlik a kommunikáció, hiszen ott vannak ezek a honlapok, a weblapok, és bármelyik frekvenciára rá lehet hangolni szerte a világon, és bele lehet hallgatni pilóta és légiforgalmi irányító kommunikációját.
Csabába. Egyébként nagyon-nagyon megható volt, amikor két héttel ezelőtt indultál, hogy kaptál egy magyar elköszönést a toronyból. Ugye, amikor rászúrtátok a gázt a Jumbo-ra, elindultatok a 13-as pályán Hongkong felé, és akkor rátok szólt az irányítás, hogy szia Zsolt. Hát igen, ez szép gesztus. Én régi kollega volt, én nagyon sokat jártam. Én ugye benn voltam ugye a Sziklába. Ugye nekünk nem volt annyi közünk a repülőtérhez, mint mondjuk a közelkörzeti irányítóknak vagy a tornyosoknak. Én nagyon sokat jártam ki a csoporttársaimhoz, és én nagyon jóban is voltam, vagyok is velük a mai napig, sokkal. És hát megismerik az embert azért, mert a hangját megismerik, nagyon kevesen racsolnak, úgyhogy tudják, hogy az valószínű én vagyok, és így, igen. Ami miatt téged szerintem rettenetesen sokan követnek és kísérnek figyelemmel, az az, hogy te iszonyatosan elkezdted kinyitni a repülésnek a rejtélyes világát. Pláne azt a szegmenst, amiben az utas végképp nem lát bele, mert hogy kargójáratokról beszélünk. És hogy te egy fél média márktal mész gyakran repülni, GoPro, iPhone, ilyen telefon, olyan telefon, körbe van kamerázva a pilótafülke, és tolod az internetre ezeket a felvételeket. Ez egy csoda, mert tényleg betekintést engedsz egy olyan világba, amiről az utas nem nagyon tud. Hát igen, ez szerintem nagyon fontos, mert ugye nagyon sokan tartanak a repüléstől. Számukra ez egy teljesen ismeretlen világ. Benn ülnek egy fémcsőben, ami néha ide mozog, oda mozog, néha mindenki becsatolva rémülten ül elő a lányok közül is, mert ugye nagyon szar az idő, vagy rossz az idő, elnézést. És jó elmondani nekik, hogy miről fogjuk. Egyszer nekem volt egy utasom, egy római járatunk volt, és kim voltam, fogadtam az utasokat a vezető légitársaság. Ez még a Sky Európos idő? Ez még Sky Európos idő volt, és a hölgy, aki belépett, egy fiatal hölgy volt, az első szava az volt, hogy jó napot, van-e szanaxunk? Erős kezdés. Erős felütés volt, nincs, köszönjük szépen, mit tudom én, 2 éve tessék leülni. Leült, és látszott, hogy a lány az nagyon rosszul van, tehát fél, remeg, bámult maga elé, merette, nézte az üléstámlát 20 centi közelről. És akkor mondtam a stewardessnek, a kolléganőmnek, hogy behívjuk ezt a lányt, nyugodjon meg. Oda mentem hozzá az a hely, akkor még lehetett ilyet csinálni. Picit, most már elmondom, nem volt szép, de visszaértem azzal a lehetőséggel, hogy beengedtem a fülkébe, mint főpilóta. És elmondtam neki, hogy ne izguljon, most itt fog végig velünk ülni, megmutatunk mindent, amit csinálunk, a zajokat, a hangokat, hogy tényleg, amikor ezt így kiengedem, az a kerék, nem kell megizedni, behúzzuk, az azért klatja, mert itt jön be alattunk a kerék. És fölengedett, nagyon élvezte, és utána kaptunk köszönőlevelet tőle, a cég is, én is, hogy mennyire sokat segített ez neki, hogy látja azt, hogy mi folyik. És nem az folyik, tehát nem hullik darabja a repülőgép mondjuk egy futóművelhúzáskor, hanem ez full normál, hogy ilyen hangosak. Ez olyan érdekes, ezzel tényleg rengeteget lehet segíteni, és az is egy nagyon izgalmas dolog, hogy sokan azért jönnek hozzánk reptérlátogatásra, mondják az én utasaim is, hogy életük első repülése, kicsit be vannak parázva, és hogy legalább a háttérben működő fogaskerekeket lássák, hogy mi hogyan kapcsolódik, mi az, ami elősegíti a biztonságot. Nagyon sok olyan utas van, aki tart a repüléstől, és nagyon sok olyan, aki ezt látványosan ki is fejezi. Most legutóbb a Smartwings légitársaságnál volt egy olyan utasom, akinél a rampás már előre szólt, hogy a hölgy abban az ülésben fog utazni, ami kifelé utazott a Görög-szigetre, mert hogy ott már egyszer túlélte. Tehát az a biztos... És a többi 187? Biztos, igen, az a biztos szék, semmiképpen ne ültessük el onnan, de hogy már most előre szól, hogy külön fogják kihozni. Melyik volt ez a csodaszék, hogy tippet adjunk, akik félnek tőle? Egy teljesen egyszerű szék, amit megkapott akkor, uh-huh, amikor kiutazott, de ott már túlélte. Jó. És a hölgy az két nagy fiúval utazott, ilyen kamasz fiúkkal, nagyon kedves fiúk voltak, ők is nagyon aggódtak a mamáért. A férj az szintén nagyon kedves volt, az teljesen oda volt, hogy mi lesz az asszonnyal, mert vissza odafelé végig le kellett fogni a sírás, zokogás, minden ott. És így ránéztem a hölgyre, és így mondtam neki, hogy ne haragudjon,
a családja, a két nagy fiú meg a férj, és mondja, hogy igen, igen. Mondom, tényleg a repülés többfél? Mondom, hazamegy négy bőröndel, neki kell állni mosni. Mondom, mi nem a nagy mosástól fél? Én mondom, attól tojom össze magam. Nem, felszállunk, leszállunk, másfél óra otthon van, két napig fog mosni. És így rám nézett, hogy hogy lehet ez ilyen bolond? És nézett rám, és így elkezdett gondolkodni, hogy a francba tényleg. És akkor én egy kis idő múlva így elmentem mellett, és mondom, hogy már nem félek. Mondom, tudja mit, akkor már ne gondoljon a mosásra. Most meg már, hogy ne gondoljak rá. És ezzel elment, de tényleg egész egyszerűen teljesen normál, ilyen egyszerű dolgokkal tudjuk elterelni az utasok figyelmét, és való igaz, ami a legeslegfontosabb, és az tényleg igaza van a kapitány úrnak abban, hogy a pilóta fülke, ha csak egy pillanatra, és most nem lehet, nem lehet, de az, amit ő csinál, az nagyon sokat segít. Az, hogy látják ott az emberek, hogy ő teljesen képbe van, tehát ő nem úgy nyúl a műszerekhez, hogy úristen. Egyébként, hogyha már itt témánál vagyunk, van egy félős utas, akinél átmegy ez a félelem agresszióba. Elkezd kötekedni a mellette ülőkkel, utána veletek, ott vagytok négyen lányok a fedélzeten. Akkor ilyenkor mi az eljárás? Meséljétek el ezt nekünk, hogy szerelitek le, hogyan indultok a kedves szótól a fizikai erőszakig. Biztos, hogy van a járaton egy-két jól megtermett fiatalember, akinek a segítségét tudjuk kérni. Aki imponálni akar nektek. Nem feltétlenül. Lehet. Úszók, súlyemelők, így van. Sportolók, biztos, kosarasok. Mindig van. És akkor ő egyből jön? Hát, ha szépen megkérjük, általában igen. Nekem egyszer volt erre precedens, azonnal ketten is jöttek. De túlitta magát az utas, vagy mi volt a probléma? Hát erre már nem emlékszem pontosan, azt tudom, hogy én akkor hátul dolgoztam, de a akkori vezető légutas kísérő engem kért meg, hogy szerezzek két jól megtermett legényt. Jól megtermett fiatalembert, és én találtam, és azonnal jöttek. Sajnos ő már ott a párját inzultálta fizikailag konkrétan, de és aztán így elindult a pilóta fülke felé, és akkor megállítottuk. Ez ugye azért izgalmas dolog, amit te is mondtál az utassal kapcsolatban, Zsolt, hogy van ez a NAXA fedélzetem, mert abban sokan nem gondolnak bele, hogy a repülőgép, ahogy változik a légnyomás fönt, és megváltozik körülöttünk minden, egy nagyon érdekes csővé alakul. És hogyha összevetjük a fizikát meg az emberi testet, most nagyon leegyszerűsítve, fele annyi piától kétszer jobban be lehet csicsenteni, és aki ez a kedves bolondos részeg az egy kicsit bolondosabb lesz, aki meg ez a gyereki a húra verekedjünk, még durvábban agresszívé válik a fedélzeten. De erre nagyon figyelnek is a stúvék, hogyha valakin egy pici jelet is látunk, arra mindig rárepülünk spontán, barátságos kérdezéssel. Zsolt? Hát ezzel kapcsolatban nagyon sok sztorim van. Légitársaság említése nélkül volt olyan, hogy az utas úgy esett be már az első konyhába, és azt mondta a lámpás, ez még józan volt. Nagyon lent? Fontos, lent. Csekinél még józan mondom, ő, az biztos, hogy nem. Tehát az nagyon biztos, hogy nem. És egyébként nagyon fontos az, hogy az ilyen embereket ne vigyük fel a levegőbe. Mint hogy hibával se szállunk föl, ha olyan, megszakítjuk a felszállást. Ezek mind egy folyamatnak a része, és ha ezt meg tudjuk az elején állítani, és ezért persze nem népszerű egy légitársaság, sokan, vaj, nem visz, vigyük el, mert mégis utasról, nem, sokkal jobban hangzik az, ha nem viszünk el egy ilyen embert, mert az sokkal nagyobb gondot okoz nekünk. Ha fölvisszük ezt a gondot a levegőbe, ott elkezdeni verekedni, a repülőgép fedélzetén küzdeni ott az emberekkel, az szörnyű. Nekem volt egy olyan esetem, a TUI-nak dolgoztam, a belgiumi TUI-nak, a Jet Airfly-nak, jártunk Párizs és Afrika között, Marokkó között. És van egy olyan szabály, hogyha egy légitársaság jön, utast viszel egy repülőtérre, ahol nem fogadják be, mert valamilyen papírja hiányzik, vagy mondjuk nem mehet be az EU-ba, azt a légitársaság köteles visszavinni. Plusz még jól meg is vágják a céget, de a légitársaság vigye vissza, amit hozott. És ugyanez volt, leszálltunk Orlin, és jött a rampás, hogy lesz egy ilyen deportált utasunk. Mondom, persze, deportált utas mindig van, adják a papírját borítékba, megnézem, hogy ki ez, elteszem a papírt, és azt annak rendje módja szerint vagy az utasok előtt, vagy az utasok után behozzák. És megfelelő helyre leültetik, vagy az első sorba, vagy leghátulra.
És mondták, hogy igen, van egy ilyen kameruni deportált utasunk, 5 rendőr hozza. Mondom, 5 rendőr? Hol van? Hát ott van lenne az autóban. Kinéztem, látom, ott van egy fehér autó, tehát ezek a civil francia rendőrök, ezek a kis helyes piros karszallaggal, amit ezekből a taxikból, meg ilyenekből lehet látni, tök jó fehér rendőrök voltak. Mondom, lemegyek, megnézem az utast. Fehér furgon, oda mentem, nem láttam a csávót, oda mentem az ablakhoz, ez a kameruni 2 méter fölötti focista volt egyébként a srác, tehát nagyon kicsi sportos srác, feküdt a földön, és ketten térdeltek a hátán. Mondom, ez szokványos? Igen, igen, egy kicsit feszült. Mondom, ez baromi jó, ez most vagy most hozzák föl, és leültetik, vagy hát mondom, ez nem lesz jó. Elkezdődik a beszállítás, nem is foglalkoztam tovább a kameruni barátunkkal, majd egyszer csak jön előre az egyik stúvi, hogy van egy kis gond hátul, menjek hátra. Hallottam, hogy zaj van, egyébként ezek a marokkói járatokon mindig zajosak az utasok. Gyerekek, család, sír a gyerek, mit tudom én, bonyolultak ezek a járatok, de itt kinyitottam a fülkehajtót, és az egész gép olyan volt, mint egy ilyen méhkas, sikítozás, üvöltözés, és azt láttam, hogy mint utasok, az Airplane-ben, amikor igen, ott már fetrengenek az üléstámlán, meg lóg lefelé az utas. Láttam, az utasok hátul, mint a hátul lenne valami, menekültek előre. Hát mondom, mi a rosszabb van? És akkor mondom, jó, akkor engedjenek hátra. Hátra mentem, és a következő volt, a gép felé tudtam eljutni. Azt láttam, hogy hátul üvölt a kameruni Jampi. 2 rendőr próbálja lefogni. A harmadik videózza ezt az egész történetet. A negyedik, meg nem tudom, hogy mit mondott, mert franciául kiabált az utasokkal, de látszólag hergelte őket. A kamerun üvöltözött, hogy őt meg akarják ölni, nézzék meg, ő egy fekete, itt a fehér emberek mit csinálnak vele, és persze ezzel hergelte egyébként a nem teljesen fehér marokkói utas közönséget, akik ugye próbáltak ugye szimpatizálni ezzel. De nagyon bizarr helyzet volt. És ez egy zárt cső, ahol gyűlik a feszültség. És látta, hogy a rendőrekkel, tehát simán ütött a rendőröket. A rendőrök vissza, és nem hogy segített volna neki a másik rendőr, az videózta, hogy ez milyen jó lesz. És próbáltam ott mondani, hogy mindenki üljön le, nem, senki nem ült le, a lányok a hangos beszélve nem. Fogtam, előre mentem, elvettem a megafont, és a megafonnal üvöltöttem az utasok fülébe, hogy mindenki üljön le, vagy csak azt az embert viszem el, és kész. Azt meg vegyék, üvöltöttem a rendőrnek, azt meg vigyék le, de hogy lebilincselik, mondom, nem bilincselik le. Hát az meg a legrosszabb. Nem bilincselik le, egyrészt kiszakítja, mert mondom, egy paramérős ember volt. Ez abszolút egy biztonság. Tehát ilyen embert nem lehet fölvinni, mert ez tényleg nagyon erős, bármit csinálhat. Tehát ezt meg nem vállalja föl senki. Úgyhogy a kamerán ott maradt. Az volt a baj egyébként, hogy nem találtak indokot arra, hogy miért ne léphetne be az EU-ba, ezért az utolsó percekben volt a rendőrség, és gondolták, hogy na, akkor jó, találnak egy hülye kapitányt, azt azzal visszaküldik. De most ezzel nem, én ebben nem mentem bele a játékba. 84 óta neked hány ilyen utasod volt, Dóri? Én nem számolnám ezt. Abban egyetértek tökéletesen az EMÜ-vel, hogy nekünk az is feladatunk, hogy azt is figyeljük, hogy a gépen, hogy teljesen józan valaki feljött, és nincs tisztában, nem azért iszik, mert egész egyszerűen nyaralni megy, vagy valahova, ahol jól érzi magát, hogy figyeljük azt, hogy ő nem tudja, hogy rá ez duplán fog hatni. És amikor én úgy érzem, hogy itt most így elég, mert átlépjük azt a határt, amit már nem szeretnénk átlépni, akkor szoktam figyelmeztetni az utast. Elég finoman, mert mondtam, hogy azt szeretném mondani, hogy nem tudok önnek több alkoholt felszolgálni, mert eljutottunk arra a szintre, akkor van egy kis hőbörgés, és akkor mondtam, hogy azt nem hiszem, hogy kellene vitatkoznunk, mert meglátja, hogy mi lesz. És akkor, na mi lesz? Mondom, visszajövök, és rángatom a szemöldökömet, és baromi ronda vagyok, ha rángatom a szemöldökömet. Biztos, hogy nem akarja látni, amikor rángatom a szemöldökömet. Vagy előfordult az is, hogy mondtam neki, hogy ha leszállunk, föl fogom hívni az anyukáját, és megmondom neki. És higgye el, hogy én a mai napig félek a saját anyukámtól. Tehát így gyakorlatilag út után nekem a mai napig fel kell hívnom az anyukámat, hogy megjöttem, nem csináltam rosszul, nem káromkodtam, mert az anyukámnak ez a veszőparipája, hogy szépen beszéljek, és egyszerűen poénnak veszik. Az utas is tud poén, ha meg, hát igen, volt olyan is, amikor nem volt poén, amikor összeverekedtek, amikor területharcot vívtak a hátra döntöm, nem döntöm, öletbe öntöm, nem öntöm. Belelóg a hajam a teádba, vagy nem?
Igen, a lányommal együtt voltunk, és a lányom azt mondta, hogy anya, te pont úgy ordítottál az utassal, mint ahogy velem szoktál otthon, nem csodálom, hogy beszart. És rend lett? És rend lett, igen. Amúgy nem tudom, én nem emlékszem, Malévnál, hogy Voldag Álfennél kaptunk arra külön kiképzést, hogy hogy lehet egyre kevésbé itatni egy utast. Úgyhogy az első, hogy kevert italokat ajánlunk neki. Nagyon elharapódzik a helyzet, akkor gin and tonicot kell neki ajánlani, gyakorlatilag csak tonicot. Úgyhogy ha itt bárkinek a légutas kísér gin and tonicot ad, akkor az azt jelenti, hogy túl sokat ivott. Mi volt a pályafutásotok során a legmegdöbbentőbb esemény, ami veletek előfordult a fedélzeten? Repülünk az éjszakába, és a kapitány úr jobban el tudja mondani, van egy fény a szárny végén, és akkor, mikor oda csönget az utas, hogy hát ott egy UFO. És így mondtam, hogy... Navigációs fényekről beszélünk, a zöld-piros, ugye? És akkor mondta, hogy ez most már nagyon, nem akart szólni, de már nagyon régóta követ. És így mondtam, hogy ez nem követ, ez rajta ült a szárnyon. Ez azért ül a szárnyon, mert én szoktam etetni egyébként. És mondtam, hogy ne nagyon piszkálja, mert gyerek, és lehet, hogy el is fog aludni hamarosan, úgyhogy hagyja békén. De egyébként ez az UFO-s, ez gondolom, ez mindenkinek. Minden úton van valami érdekesség, még a kargóban is, az utasosban is, a charterban is. Én is dolgoztam még a Smartwings elődjénél, amikor itt még akkor Travel Service-nek hívták, és itt elsőként lépett be a piacra, és ilyen kvázi kezdő légitársaságként, hát sok minden érdekes dolgon mentünk keresztül, ezt elvittük a rampás tévedésből Palma de Mallorcára. Na várjál, fedélzeten vagy raktérben, mert az sem mindegy. A fönnmaradt. Azt mondta, fönnmaradt. De mondom, gyerekek, hogy a viharban maradt fönn ez a gyerek? Mert jött a Palma de Mallorca rampás, hogy van ott egy srác, ilyen nem is tudom, miben volt ilyen sportos nyári ruhában, ilyen mindegy. És kinéztünk hátra az öreg kapitányal, akivel repültem az oktatómmal, azt mondja, te, hát tényleg itt van. Úgyhogy ez egy rendbiztonsági eset volt, mindegy, megoldódott a probléma, de tényleg, itt a pesti de hol tudott eltűnni a repülőgépen a pilótafülke és az egyes bal kijárat között? Hát én szerintem ebben volt egy kis konspiráció, hogy megyünk repülni, úgyse veszi senki észre. Aha. Hát eljött. Mindegy, a jól felkészült vezető légitársaság kísérőnél volt egy Bianco jegy, azt kitöltötték neki, és azzal ő hazautazott. De ezek nagyon-nagyon régi történetek, ezeket ma már nem lehet megcsinálni, hogy véletlen fennmarad valaki a repülőgép. Igen, elévültek. Ez olyan, mint amikor bezárták a csomagkiadót itt, a rakodót a raktérbe, és elment Zürichbe. Tehát nem merem, fogd meg a söröm, és gondolom, hogy rácsukták az ajtót. Viszont a Malé volt szerintem az első olyan cég, akinek olyan csomagkiadó rendszer volt, hogy a csomagkiadó a gépből kifelé adta a csomagot, hogy kinyitották a raktéret Zürichbe. De ebből is nagy botrány lett, de előfordul az ilyen. Tami, neked így a legemlékezetesebb kérdés fedélzetről? Hű, hát nekünk egyszer volt egy olyan, hogy egy lánykérést kellett lebonyolítanunk, illetve hogy abban segítkeztünk, és akkor az úriember mondta, hogy odafele, tehát hogy így biztosra szeretett volna menni, hogy akivel megérkezik a desztinációra, ő igent mond neki. Bátor volt. És igen, nagyon bátor volt. Te is ott voltál, Katus, vagy ez közös járat volt? És nagyon aranyos volt egyébként, belecsempésztük a gyűrűt egy ilyen kis szalvétába, így odaraktuk a tálcára, nagyon aranyosak voltak. Úgyhogy ez volt az egyik legszebb pillanat. Ami a megdöbbentő sztori, és így eszembe jutott, egy éjszakai járatunk volt, egy Tel Aviv, és csináltuk a kiszolgálást, nem voltunk ugye hátul a konyhában. Én egyébként hátul dolgoztam, és mivel hogy éjszakai járat volt, ezért ugye fél homályban csináltuk a kiszolgálást, és mire visszaértünk a kolléganővel a hátsó konyhába, addigra egy úr egy ilyen egyszemélyes kipattintható sátrat csattintott oda a gelibe, és benne feküdt egy ilyen matracon, és pontott magának egy kólát is, hogy teljes legyen. Kiszolgálta magát, biztos, hogy biztos alapot. Kérdeztem, hogy az ajtót kicsit ne nyissa meg, hogy nincs-e túl meleg, vagy kell egy kis friss levegő. Nagyon drága volt egyébként, mondta, hogy fáj egy kicsit a háta, úgyhogy ha nem zavarna, akkor ő ott aludna, mondtam, hogy hát elnézést kérek, de ugye lehet, hogy most nem kéne. De remélem, hogy jobban lesz a háta, azóta is remélem jól van, úgyhogy most itt hirtelen ez jutott eszembe. Igen, ez ugye azért gáz, mert blokkolja a vészkijáratot. Persze, tehát ha bármi történik, hirtelen le kell jönni, akár. Azért
egy ilyen dekatlonos sátor nem segíti a repülőgépnek az elhagyását, bármilyen gyorsan összecsukható és kinyitható. Persze, hát ugye ez a szolgálati helyünk, úgyhogy ott nem tartózkodhat utas. Többek között tudni kell, hogy nagyon erős dohányosok. Nagyon sokat, mindenhol, gyakorlatilag a repülőn is. Ez sajnos igaz személyzetekre is előfordul, hogy repülés közben dohányoznak, pilótafülke személyzetre gondolok, illetve az utasok mindent megragadnak ahhoz, hogy vágyújtsanak. És egyszer volt egy olyan esetem, hogy gyakorlatilag leszállás közben, tehát a leszállásod 2-3 perccel már mentek ki a futók, ment ki a fékszárny, Isztambulból szálltunk le, és ha valaki a WC-be vágyújt, azt ott a fülkébe rögtön megérezzük, tehát az abban a pillanatban is. Hát engem elborított ott az ideg, hogy ez miért, és egyáltalán nem veszik észre, vagy egyáltalán hogy. És annyi idő volt még, hogy kicsaptam az ajtót, és kérdezem a stúvitól, hogy mi van, érzi? Hát igen, de hát mondom, szedjétek ki, hát menjetek be, szedjétek be. És ott volt egy utas, ott cigarettázott, és elővett egy orvosi igazolást, hogy neki a gyógyszeréhez, amit most vesz be, neki a nikotin kell. Hát mondom, ez a baromi jó. Na most ti, akik hosszú évek, évtizedek óta repültök, ebben a pillanatban ott helyet foglaltok, biztonsági övbe kötve, biztonsági testhelyzet fölvéve, hátatokon a repülő, mint egy hátizsák, mert ugye tényleg menetiránynak háttal ültök. Mi villan át a fejeteken, amikor elkezd gyorsulni a gép a pályán? Katus? Ez tegnap volt konkrétan, ugye, hosszú ide után, de hogy végre. Újra itt lehetek. Ez minden. Tehát ezt így nehéz elmagyarázni, ez az életünk. Mindenki másképp viselkedik, egy nyaralásos, egy ilyen felszabadult, egy ilyen felszabadultabb közegben, és a repülést próbálom ezeknek az utasoknak pont annyira szépé tenni, mint ahogy én élem meg. Tehát az kihagyhatatlan, hogy ne hívjam fel a figyelmet, hogy ott jön föl a nap, ott megy le a nap, és ott ül az UFO a szárnyon. Amikor utasként mész emőke, és készülődik a gép a felszálláshoz, akkor nem vágysz ott valamelyik gelibe, vagy valamelyik ülésbe, sztjuárdeszeknél? De hát hogyne, és soha nem írom visszafogni magam, hogy nem mondjam azonnal a krónak, hogy én is kró vagyok, voltam. De neked van egy olyan megjelenésed, és ezt mesélted is az igen, egyik filmben, hogy amikor teljesen civilben utazol, leszáll a gép, beáll az állóhelyre, te fölesz, tőled elköszön tőle mindenki. Tőlem elköszönnek az utasok. De ez tényleg így, hogy állok ugye a széksor között, és tőlem elköszönnek, ez mindig így van. De azért ugye most én kargósként vagyok itt, úgyhogy hadd mondjak el, hogy a kargó is rendkívül izgalmas, ugye Zsolt? És az éjszakai, tehát amikor én például éjszaka kikerüljek a repülőtérre, én ezt imádom, és nem tudom megmagyarázni, hogy miért, én ezen lenyűgözően szépnek találom a repülőteret éjszaka, a fényeket, és egyszer át kellett adjak egy érkező kutyust egy családnak, és hogy kiszálltak a kocsiból, az egyik, volt, hogy 6 gyerekük, és az egyik kisfiú úgy körülnézett az éjszakai repülőtéren, látta a fényeket, és azt mondja, hogy apu, ez milyen érdekesít, és milyen lenyűgöző. És mondtam neki, igen, ez az a szellem, ami megvan a kargósokban. És igen, igen, és leírta is kargós. Szóval, hogyha valakinek valaha egy kis lehetősége nyílik belenézni az Air-kargó világába, ne fogja vissza magát, mert az is nagyon érdekes, és a kis felnövekvő nemzedék menjen szépen logisztikusnak. Minél többet mondunk, annál jobban érzi az utas azt, hogy nem egy zárt ajtó mögül beszél hozzájuk valaki, hanem ugyanolyan húsvér ember, ugyanabban a gondban van, ha mondjuk késés van, ha műszaki hiba van, és egy nagyon bonyolult Tel Aviv-i járat is lehet tök barátságos a végén, hogyha igen, az ember kiáll egy dobozra, és azt mondja, hogy figyeljetek, én vagyok az a hülye itt elől, van egy ilyen gondunk, de igyekszünk megoldani, semmi gond nem lesz, most ez van, késünk 2 órát, de utána tök... Sokkal jobban fogadja az utas, hogyha kijössz a fülkéből. Én mentem már ki. És face to face odaáll 189 ember elé. Volt egy Tel Aviv-i jár, és egyébként ez sok örömet okoz egyébként, amikor ezt látja, hogy sikerült ezt megoldani, mert ezeket a gombokat elnyomkodjuk. És a repülő el fog menni A-ból B-be. De amikor látom azt, hogy mondjuk elmegyünk Tel Avivba, rosszul lett a stewardessem, nagyon tényleg sokszor nehéz utasokról van szó, nem tűrik a késés, nem tűrik a problémákat, és látom, hogy remegnek, hogy megmondjuk nekik, hogy nem fogunk tudni visszamenni. Biztos, hogy itt maradunk Tel Avivban. És akkor semmi gond, adjatok egy zakót, jöjjön velem egy stuvi, hol a rampás, menjünk ki, mondjuk meg az utasoknak. Mondjuk meg, hogy rosszul van a kolléganőnk.
És akkor hogy mindenki megáll, így utasok így néznek, hogy kijön a jampi a fülkéből, és akkor gyerekek, az a helyzet, utas, az a helyzet, hogy látják ott a mentőautó viszi a stewardesst, nem megyünk haza. És másnap remegtek a kolléganőim, hogy mi lesz, jönnek az utasok, nem lesz semmi. És minden utas nagyon kedves volt, és a lányokról érdekel, jól van, meggyógyult-e, stb. Tehát ez nagyon sokat számít. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttetek hozzánk. Józsa Dóra, Hartyáni Emőke, Józsa Tamara, Tarsoly Katus és Szüle Zsolt kapitány. És akkor én a betervezett merényletemet most elkövetem ellenetek. Mert hogy ilyen sok telefont a héten még nem kaptunk, hogy lehet-e szelfizni a Józsa Dóráékkal, meg a Szüle Zsolttal, meg a Hartyáni Emőkével. Ez olyan, mint a szabad-e locsolni, lehet szelfizni? A közönség nevében kérdezem. Hogy a fenében lehet? Úgyhogy lehet sorbálni, én szedem a fotójegyeket 1000 forint per darab. További jó szórakozást kívánok mindenkinek. Three, two, zero, deficit, nine, and that's...